Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter a kanadai Halifaxban megtartott nemzetközi biztonsági fórumon elmondta. Oroszország Ukrajna elleni inváziója nem csak Európa számára jelent fenyegetettséget, egyben kihívás a NATO szövetségesek számára is. Az agresszor országnak azonban nem fog sikerülni bevonni a NATO-t a háborúba. Az amerikai védelmi tárca vezetője egyben kiemelte, hogy a NATO egy védelmi szövetség, ezért nem fenyegeti Oroszországot, és nem keres vele konfrontációt. Ne vonjanak le téves következtetéseket, nem fognak minket bevonni Putyin háborújába. Kiállunk Ukrajna mellett. Ugyanakkor a NATO területének minden centiméterét meg fogjuk védeni, fogalmazott az amerikai védelmi tárca vezetője. Lloyd Austin hozzátette, hogy Oroszország és Kína is egy olyan világ felé törekszik, ahol az erő a jog, ahol a vitákat erőszakkal oldják meg. Kiemelte, hogy az Orosz Föderáció Ukrajna elleni háborúja az atomfegyverek elterjedésének veszélyes spirálját idézheti elő. Putyin autokrata társai arra a következtetésre juthatnak, hogy az atomfegyver megszerzésével vadászengedélyt kapnak, mutatott rá Lloyd Austin, egyben hozzátette, hogy véleménye szerint ez nem fog megtörténni. Andrej Jermak, az elnöki hivatal vezetője a Halifaxi Nemzetközi Biztonsági Fórumon bejelentette. A kritikus infrastruktúrát ért sorozatos orosz rakétatámadások miatt Ukrajna szövetségeseivel együttműködve megkezdte az ukrán légipajzsról szóló közös nyilatkozat kidolgozását. Mivel az ukrán városok és a kritikus infrastruktúrális létesítmények elleni orosz támadások nyilvánvalóan folytatódni fognak, Ukrajnának hatékony rakétaelhárító védelemre van szüksége. Minél hamarabb, még a tél beállta előtt. Légterünk hatékony védelme, a biztonsági garanciák fontos eleme, közölte Jermak. Megjegyezte, hogy a nyilatkozat célja Ukrajna légi és rakétavédelmi rendszerének kiépítése, amely hozzájárul Európa légiközlekedési biztonságához. Az elnöki hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy Ukrajna NATO csatlakozási törekvései változatlanok, egyben elismerte, hogy időbe telik, amíg a szövetség mind a 30 tagja egyhangú megállapodásra jut. Ezért az átmeneti időszakban partnereink erőfeszítéseinek konszolidációjára van szükségünk, hogy hatékony biztonsági garanciákat teremtsenek Ukrajna számára annak érdekében, hogy az ország elleni hasonló agresszió a jövőben meg ne ismétlődhessen, mondta Jermak. A hivatalvezető kiemelte, megoldást jelenthet az Anders Rasmussen egykori NATO főtitkárral közösen kidolgozott kijevi biztonsági szerződés. Az alapelv egyértelmű. Ukrajna biztonsága elsősorban azon múlik, hogy képes-e megvédeni magát. Hogy ezt hatékonyan végrehajtsa, Ukrajnának szövetségesei hosszú távú hozzájárulására van szüksége. A biztonsági garanciáknak, nem biztosítékoknak, hanem garanciáknak Ukrajna jelentős katonai potenciállal rendelkező szövetségeseitől kell származniuk, összegezte az elnöki hivatal vezetője. Ukrajna a háború kitörése óta összesen több mint 23 milliárd dollár nemzetközi segélyben részesült, közölte Denis Mihály miniszterelnök. Hozzátette, 4,8 milliárd dollárt az Európai Unió, 8,5 milliárd dollárt pedig az Amerikai Egyesült Államok biztosított az ország számára. Mihály hangsúlyozta, hogy a támogatásokból az állami közalkalmazottak fizetését, a nyugdíjak, illetve a belföldi menekültek pénzügyi támogatását finanszírozzák. A kormányfő kiemelte, hogy Valdis Dombrovszki, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke kijevi látogatása alkalmával bejelentette, hogy a jövő héten Ukrajna újabb 2,5 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatást kap az EU-tól. A következő 500 millió eurót pedig decemberben folyósítják. Mihál beszélt arról is, hogy a jövő évben Ukrajna számára kiemelten fontos lesz a partnerországok
bankok és a nemzetközi pénzintézetek támogatása. 2023-ban egy nagy 18 milliárd eurós pénzügyi segélycsomagra számítunk az Európai Uniótól. Ez fedezi a költségvetési hiányt. Várjuk továbbá az Egyesült Államok kongresszusának pozitív döntését is, 37,7 milliárd dollár elkülönítéséről. Ez többek között a helyreállítási munkálatok, az energiabiztonság és egyéb kiadások fedezését biztosítaná, tette hozzá a miniszterelnök. A megszállóktól felszabadított dél-ukrajnai területeken már megkezdődött az önkéntes evakuálás. Az ezzel kapcsolatos költségeket az állam vállalja, jelentette be szombaton Irina Verestyuk, miniszterelnök helyettes, az ideiglenesen megszárt területek reintegrációjáért felelős miniszter Mikolajivban megtartott tájékoztatóján, számolt be a Hromadske. Aki biztonságos régiókba szeretne költözni, annak az állam biztosítja az utazás, a lakhatás és az egészségügyi ellátás költségeit, magyarázta a tisztviselő. Verestyuk elmondta, beszélgetett a felszabadított Herszon lakosaival, akik elmondták, hogy evakuálni szeretnének. Az a feladatunk, hogy mindenkivel felvegyük a kapcsolatot és felajánljuk, hogy elszállítjuk őket a nyugati régiókba. Megvannak a források, és ami a legfontosabb, a tapasztalatunk. Mert ezt már megtettük Harkiv és Donyeck megyében, mondta a miniszter. Vitalij Kim, a Mikolajivi Katonai Adminisztráció vezetője a maga részéről megjegyezte, hogy a régió felszabadított településein listát készítenek azokról, akik evakuálni szándékoznak. Mikolajivban pedig tranzitpontot hoztak létre az evakuálásra várók számára. Innen Ukrajna azon régióba szállítják őket, ahol már felkészültek fogadásukra. Korábban Verestyuk bejelentette, hogy a herszoni evakuálás nem lesz tömeges. Ellenben nagy szükség van rá, mert számos felszabadult település lehetetlen túlélni a telet. Olekszandr Kacsenko kulturális és információs politikai miniszter herszoni látogatása során elmondta, az orosz megszállók kifosztották a helyi múzeumokat és a legértékesebb kiállítási tárgyakat lopták el, számolt be az Ukrinform. A múzeumokban össze kell vetni a rendelkezésre álló adatokat, ezen dolgozik a biztonsági szolgálat és az ügyészség. Sajnos a szép művészeti múzeum veszteségei meglehetősen nagyok. Ez a gyűjtemény körülbelül 80%. És többnyire a legértékesebb műtárgyakat vitték el. Valószínűleg valamivel kevesebb a veszteség a helytörténeti múzeumban. Onnan archeológiai leleteket, fegyvereket vittek el, jegyezte meg Tkacsenko. A képzőművészek nemzeti szövetségétől festményeket kaptunk ajándékba, amiért nagyon hálásak vagyunk, jegyezte meg a miniszter. Elmondása szerint ez az első hozzájárulás a múzeumi gyűjtemény helyreállításához. Mint arról az Ukrinform korábban beszámolt, a megszállók elismerték, hogy részt vettek a herszoni szépművészeti és megyei helytörténeti múzeum kifosztásában. A háború előtti időszakhoz képest tízszeresére nőtt az elaknásított területek aránya, és ez az ország területének mintegy 30%-a, közölte Szerhij Kruk, az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat vezetője a Telemaraton adásában. Hozzátette, ez a terület két Ausztriát tenne ki. Kruk elmondása szerint Herszon és Mikolajiv megye felszabadított területein több mint 8000 négyzetkilométeren folyik az aknamentesítés. A nyugati régiók szakembereit is bevonták a munkálatokba. Mérnöki és mentőegységek ellenőrzik az autópályákat, átvizsgálják azon létesítményeket, amelyek beüzemelését tervezik. Az ungvári járási szürtén a helyi magyar közösség istentisztelet keretein belül emlékezett meg a sztálini lágerekbe elhurcolt mártírjairól. Kótyuk Zsolt református lelkész elmondta, rendkívül nehéz átérezni honfitársaink akkori helyzetét. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Ez volt mai istentiszteletünk alapigéje. A mai ember életében nem kapcsolódik össze ez a két fogalom, jó várni. Minden körülmények között nehezen várunk, és mindig nehéz várni rossz hírre,
diagnózisra egy emberi helyzetben, egy-egy élethelyzetben. Valami hasonlót élhettek meg azok az emberek, akiket elhurcoltak, akkor, amikor nagy kilátástalanság közepette, retteneteket éltek meg mind az úton, mind pedig itthon maradott szeretteik, várva a szabadulásra. Mivel a mostani körülmények között megemlékezésekre nincs lehetőség, ezért istentisztelet keretein belül hangoztak el ezek a gondolatok, és Jeremiás síralmai könyvének gondolataiban mi magunk is megpróbáltuk átérezni, mit ért át a választott nép, amikor megtapasztalta a küzdelmeket, amikor eljutottak a bűnbánatig is, hogy méltán érdemelték Isten büntetését, és megpróbáltuk mi magunk is átérezni, mit érezhettek azok a szeretteink, elődeink, akik a Málenki robot szörnyűségeit élték meg. Nehéz dolog eljutni ezek között a körülmények között addig, hogy az ember ki tudja mondani, Isten szabadítását várom, mindent elengedni, megadni magamat és átadni Istennek. Ha valamikor, ma nagyon aktuális ez a gondolat, ez az üzenet mindannyiunk számára. Megadással várjuk Isten szabadítását jelen körülményeink között is. Az Isten tiszteletet követően az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait a templom kertjében felállított emlékműnél. Braun Éva, a KMKS Szürtei alapszervezetének elnöke elmondta, a szürtei magyarságnak fontos, hogy megőrizze mártírjai emlékét. Minden novemberben megemlékezünk a kárpátaljai magyarság megpróbáltatásairól. Novemberben vitték el, 44 novemberében vitték el a magyar férfiakat Málenki robotra, háromnapos munkára eredetileg, amiből évek lettek, sokan nem tértek haza. A szürtei KMKS alapszervezetének és a szürtei magyarságnak fontos, hogy megemlékezzünk, életbe tartsuk az emléküket, hisz ez egy megpróbáltatás volt a nemzetünk számára. Elrabolta mindenünket. Egyik kezünkben kenyeret tartottunk, a másikkal fedelet magunk és szeretteink fölé. A KMKS Ungvári alapszervezete a Kálvária temetőben lévő emlékműnél koszorúzással és csendes főhajtással emlékezett meg a sztálini táborokba elhurcolt kárpátaljai magyar áldozatokról. A megemlékezésen Nagy István, Kisgejőci református lelkész, valamint Bacsó Róbert, római katolikus diakónus mondott imát. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait. Kulin Judit, a KMKS Ungvári alapszervezetének elnöke elmondta, múlt nélkül nincs jövő, ezért fontos, hogy a mai fiatalok megismerjék a kárpátaljai magyarok 1944-es tragédiáját. Múlt nélkül nem lehet a jövőbe tekinteni, tehát mindenkinek ismernie kell a saját múltját, és ez egy olyan szomorú fejezet a magyarság történetében, hogy valóban a nemzetiségünk miatt kellett átélni a kárpátaljai magyarságnak ezt a szörnyűséget, hogy háromnapos munkára elvitték a munkaképes férfiakat, akik közül nagyon sokan nem jöttek vissza, nagyon sok csonka család maradt Kárpátalján. Tehát ezt a fiataloknak is tudniuk kell, mert sajnos már azok a nagyszülők, akik személyes tapasztalatokról beszélhetnek, erről nincsenek, így ránk maradt ez a feladat, hogy a fiatalságnak továbbadjuk, és ők is szembesüljenek azzal, hogy ez a tragédia, ami bennünket ért, ez mekkora tragédia és a kárpátaljai magyarság számára. Sajnos a mai kor, amiben a fiatalságunk felnő, egy újra ilyen terhelt korszak, tehát háború közepette vagyunk, és nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogy az, ami megtörtént 44-ben, az ebben az időkorban már nem fog még egyszer megtörténni. Tehát az a legnagyobb reményünk is, erről szóltak az jelenlévő egyházi képviselők is, hogy hinni Istenben kell, és akkor reménykedni abban, hogy ez még egyszer nem történik meg. Vitték el a haláltáborokba, vagy úgynevezett Málenki robotra. Néma főhajtással emlékezett ma Munkács magyar közössége a 78 évvel ezelőtt Málenki robotra elhurcolt kárpátaljai férfiakról. A helyi Rákóczi kastély udvarán található emléktáblánál elhangzott. 1944-ben a szovjetek mintegy 30 ezer, 18 és 50 év közötti magyar és német nemzetiségű férfit vittek el úgynevezett háromnapos munkára, akiknek a nagy része sohasem térhetett haza.
Korolyova Erzsébet, a KMKS munkácsi alapszervezetének elnöke arról beszélt, hogy sohasem gondolta volna, hogy egyszer úgy kell megemlékezést tartaniuk Munkácson, hogy közben az országban háború dúl, és csak a légiriadót követően tudnak összegyűlni. Háborúra való tekintettel, a folytonos légiriadókra való tekintettel, ami éppen hál' Istennek lefújták, mielőtt kezdtük volna a rendezvényünket, de soha nem tudjuk, hogy mikor jön a következő. Ezért ma csak egy csendes megemlékezést tartottunk itt, de ennek ellenére sokan eljöttek, elmondtunk egy imát, visszaemlékeztünk és megkoszorúztuk az emléktáblát, ahol a munkácsi áldozatok vannak felsorolva. Gondolom, hogy ők is nagyon reménykedve várták a háború végét. Várták a végét, hogy visszajöhessenek a családjukhoz, visszajöhessenek a hétköznapi életükhöz, dolgozzanak becsülettel, és eltartsák, mint keresztény emberhez illik. Mi is most nagyon várjuk a háború végét, és ne adj Isten, hogy megismételje magát a történelem. Mert a háború végén, amikor hazajöttek ezek az emberek, ezek a magyar emberek, akkor jött csak a fekete leves, és akkor vitték el őket újra, csalással, ámítással, egy háromnapos munkát ígérve, amikor mentek becsülettel, hogy segítsenek rendbe tenni az országot, de becsapták őket. És ők se tehettek arról, hogy magyaroknak vagy németeknek születtek. A megemlékezésen a cserkészek mécseseket helyeztek el, a Matul Péter alkotta a Málenki robot áldozatainak emléket állító szobornál. Szüleink is, meg a nagyszüleink is átörökölték számunkra azokat a fontos dolgokat, amelyeket vagy ők éltek át, vagy a szüleik élték át, azokat, amelyeket úgy gondolták, hogy nem szabad elfelednünk. Így a mi szüleink is belénk nevelték, hogy ha nem is szabad, de azért azokra régmúlt eseményekre, akár szépek, akár kevésbé szépek, azokra emlékezzünk. Így ezekre a tragikus időszakokra is, amikor a magyar és a német lakosságot itt Kárpátalján elhurcolták és meghurcolták. Ugye családban is történt tragédia, mert anyai nagyapámat kivégezték 45-ben. És kötelességünk az, hogy a saját gyermekeinknek is átadjuk ezeket a régmúlt emlékeket, és hogy miért fontos, hogy emlékezzünk ezekre az eseményekre. Meg hogyha mi cserkészekkel foglalkozunk, ez egy ifjúságnevelő szervezet, szintén fontos az, hogy a mi fiataljaink tudják, hogy mik történtek itt Kárpátalján ezekben a 40-es években, és részt vegyenek ezeken a megemlékezéseken, mert akkor fog megmaradni jobban bennük, és reméljük majd ők is továbbadják a saját gyermekeiknek azt, amit kell. Istentisztelettel és főhajtással emlékeztek meg a sztálini lágerekbe elhurcolt magyar és zsidó nemzetiségű férfiakról Badallón, a református gyülekezet és a KMKS közös szervezésében. Sápi Zsolt lelkipásztor kiemelte, hogy a kényszermunkára elhurcoltaknak egyetlen bizodalmuk csak Isten volt, aki sokakat megtartott és megerősített a nehézségekben. A tiszaparti településen az áldozatok tiszteletére a 90-es években emlékparkot alakítottak ki, amit a helyiek gondoznak. Fontosnak tartjuk, hogy mindig gyülekezeti közösségben kezdjük meg bármilyen megemlékezést, mivel Istentől először el kell kérni erre a megemlékezésre a hitet és az erőt, hogy bármire emlékezzünk, és őseinkre is ilyen módon méltóképpen tudjunk emlékezni. Ugye a mögöttem lévő emléktábla azt jelzi, hogy 1944 őszén 150 badalói áldozatot hurcoltak el, vagyis hát nem hurcoltak el, hanem önként mentek úgymond az ország újjáépítésére, és azok közül 88-an soha nem látták többé szeretett tiszaparti településüket. Fontos ez az emlékmű és ennek a megléte. Igyekszünk is rendben tartani ezt a mártirok emlékparkot, mivel egy évben egyszer legalább mindenki ide ilyenkor elzarándokol, hiszen Badalóban is, más településen is, én úgy gondolom, hogy nincs olyan család, aki valamilyen szinten ne lenne érintett be ezeknek a
az áldozatoknak az emlékébe, úgyhogy megpróbáljuk a magunk módján tovább folytatni ezt a hagyományt, és őrizni, átadni az utódoknak is ezt az emléket. Sín József a KMKS Beregszászi járási középszintű szervezetének elnöke hangsúlyozta. Az elhurcolt honfitársaink egyetlen bűne a magyarságuk volt. Hát 1944 őszén szomorú sors várt a magyarságra és a kárpátai magyarságra, hisz a sikertelen kiugrási kísérlet a háborúból a szovjet csapatok előzönlötték Kárpátalját, Beregszászt, és hát megkezdődött a megtorlás. És háromnapos munka ígéretével, tehát a férfiakat táborokba vitték, ahol éhség, betegség és sok minden más kínoszta őket. Nem volt más bűnük, egyetlen bűnük az volt, hogy magyarok voltak. A rendezvény végén az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés koszorúit azoknál a fekete márványtábláknál, amelyek örök emléket állítanak azoknak, akik sohasem tértek vissza Badalóba. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége támogatásával 44 görög katolikus ugocsai édesanya imádságos hétvégén vehetett részt Mária Pócson. A cél az volt, hogy a rendkívül nehéz mindennapokat élő asszonyok feltöltődhessenek lelkileg, hiszen a 9 hónapja tartó háború őket is rendkívül megviseli. Lődár Jenő görög katolikus áldozópap kiemelte, a tél mindenki számára rendkívül nehéz lesz, nem csak földi javakkal, hanem lelkileg is készülni kell a további megpróbáltatásokra. Kárpátaljános nagyon sokfajta feladat hárul az édesanyákra. Tehát onnantól kezdve, hogy mit tudom én, generátort el tudják indítani, tehát értenek a fűtéshez, a vízhez, de ugyanúgy azt az anyai szerepet be kell töltsék nap, mint nap, otthon maradnak a családdal, a gyerekekkel, helyt állnak a mindenfajta ügyes-bajos dolgokban, és van egy lelki oldala is az egésznek. Tehát azt tudjuk, hogy azok a nehézségek, amik minket érnek, azok sok könnyebben elviselhetőnek, ha van egy belső tartásom, és azért van szükségünk töltekezésre. Tehát most ugye sok időt fordítunk arra, hogy amikor van áram a lakásainkban, akkor feltöltjük a powerbankokat, meg mit tudom én, vizet veszünk az edényeinkbe, hogy ha nehezebb időszak jön, és nem lesz áram, akkor tudjuk ezekhez nyúlni. Ugye a lelkünk is, hogy ha van egy nehéz időszak, akkor fel kell, hogy töltsük magunkat, mert majd ebből merítkezünk, majd ebből lehet majd táplálkozni, majd ehhez lehet visszanyúlni, és bizony ehhez a nagyon nehéz feladathoz látjuk egy közös beszélgetésekben, hogy a lelkileg megerősödni az elviselhetővé teszi, és élhetővé teszi azt a helyzetet, amiben vagyunk, vagy élnek ezek az édesanyák. Tehát nagy teher hárul rájuk, de a Jóisten segíti ebben őket.